Ma tetőzik a hőség, akár 39 fok is lehet itt a Kárpát-medencén belül. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Fejős Ádám vagyok. Gondolom sokan strandolnának, hogyha idejük lehetőségük engedi, ezért mutatom is rögtön a vízhőmérsékleteket. Hogyha a folyóvizekre kíváncsiak, a Rába és a Körösök 25-25 fokosak, a Tisza, Szegednél 27 fokos, a Duna, Budapestnél 23. Ami pedig az állóvizeket illeti, szinte mindegyik 24 fokos, leszámítva a Velencei tavat, ami 25 fokos a legfrissebb mérések szerint. Nem tart sokáig ez a kánikula, úgyhogy nem kell tartósan meleg és száraz időre számítani itt a Kárpát-medencén belül, hiszen egyre inkább csökken a légnyomás, egy tőlünk északra, észak-keletre lévő anticiklon peremén történik majd a változás. Ez a front, ami egyelőre tőlünk nyugatra tartózkodik, egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk, így már ma az esti időszakban az Alpok térségében eleredhet az eső, ráadásul heves zivatarok zárják majd a hőséget. Ma még napközben tehát marad a száraz időjárás, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett, és már láthatják is az Alpok térségében, hogy gyülekeznek az esőfelhők a folytatásban, és a késő esti időszakban észak-nyugaton már lehet számítani esetleg gyenge csapadékra itt Magyarország területén belül is. A hőmérséklet azonban a front érkezése előtt még igen magas lesz, mint említettem, tetőzik a hőség, 33 és 39 fok között lesznek a csúcsértékek, a déli, délkeleti ország részben lesz a legmelegebb ma a délutáni kora esti órákban. Ami a folytatást illeti, pénteken megérkezik a hidegfront, és ugyan délkeleten még folytatódik a 36 fok, de szombaton és vasárnap már visszaesnek. A csúcsértékek 30 fok körül lesznek, ugyan vasárnap is és hétfőn is szorványosan záporok kialakulása nem kizárt, de ezt követően majd kedden ismét szárazabbra fordul időjárásunk, és a hőmérséklet csúcsértéke 30, illetve 35 fok között alakul, és jól jegyezzék meg ezeket a számokat, hogyha egy kicsit északra utazunk innen az európai kontinensről, akkor az látható, hogy elsősorban ennek az anticiklonnak a peremén ez az intenzív déli áramlás a Baltikumba és attól északra, a sarkvidék től északra is rendkívüli meleget szállít. Az elmúlt napokban Lapföldön a 25 és 35 fok közötti csúcsértékek voltak a meghatározók, de nézzék csak meg, hogy az orosz-norvég határon lévő településen, Nikelen 30 fokot regisztráltak. Tehát azt hiszem, hogy a sarkvidékeken ez mindenképpen szokatlan. A klímaváltozás a sarkok környékén a legszembetűnőbb, a szélsőségesen meleg száraz idő hatására a sark körül túli területeken jelentősen átalakul az állatvilág összetétele. Ráadásul az egyre gyakrabbá váló erdőtüzek tovább formálják a drasztikusan átalakuló klímát, ami egyre nagyobb veszélyt jelent nem csak az állatokra, hanem az emberekre nézve is. Én ennek ellenére felhőtlen időtöltést kívánok Önöknek. Viszontlátásra!